Alapvetően az esti eső nem könnyítette meg a dolgunkat, elég nehéz volt összeraknom, hogy hogyan is kellene ezeken a pályákon ilyen útszonyok mellett átmenni rendesen. Eléggé tapogatóztunk az első körben, de úgy gondolom, hogy rendben volt minden, nem volt különösebb gondunk. Aztán próbáltunk volna a második körre egy jobb tempót magunkra erőltetni. Én úgy gondolom, hogy magunkhoz képest ez egész jól sikerült. De még így is azért sok helyen annyira bizonytalan voltam, és ott biztos, hogy nagyon sokat bent hagytunk. De hát most ez még mindig csak a második murvás versenyünk, vagy legalábbis nekem, és azon vagyunk, hogy minél több kilométert tudjunk megtenni ezzel az autóval épségben, úgyhogy ez is fontos szempont. Én nem szeretném, hogy a Mixi rajongók megkövezzenek, úgyhogy ez is prioritást élvez most. De próbálunk észre menni. Nagyon. Úgy érezzük, hogy Veszprém óta, a tavalyi első murvás futamunk óta azért sikerült gyorsulnunk, úgyhogy élvezzük nagyon a pályákat, szuper mind. A Várpalota az ismerős volt a Veszprém Rallyról, úgyhogy az már nyilván egy barátságosabb volt. A Tés az szuper, az egy igazi rallypálya, nagyon élveztük, bár nagyon csúszott, de igazi rallypálya volt. Az Iszka az nem a kedvencem, ez ilyen sok a ritmusváltás benne. Talán az a legkevésbé, ami a kedves. Csak a második versenyünk, és az volt a kitűző célunk, hogy ezzel a híres autóval kartmentesen valahogy célba érjünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült. Egy kisebb népi lincselést szabadultunk így meg, de viccet félretéve fantasztikus volt az autó és a csapat, tényleg nélkülük, hiszem ez az eredmény nem jött volna össze.
túl sok önálló gondolatunk itt Murván még nem volt, hogy hogyan kellene az autót beállítani, úgyhogy abszolút hagyatkoztunk rájuk, és nagyon jól tettük, mert nagyon jó volt vele menni. Minden percét élveztük, tényleg hihetetlen jó volt. Én nem is gondoltam volna, hogy a Murva ennyire jó. Hát a tavalyi Veszprém után kicsit csalódottak voltunk, most szerencsére sokkal jobb a szánk íze.